Szeretettel köszöntöm a drága testvéreket, a jobbágyi testvéreket, ugye itt elsősorban úgy indult ez a történet a Vesztersörödőben, jobbágyiban, hogy akiket érdekel ez a Istennek a királysága építése, kicsit mélységébbi tanítások, akkor ugye azoknak indult volna ezek a menetek, és hát a környező falvakban is természetesen mindenkit szeretettel várunk, vártunk, és hát egy alkalom már lement, ez a második alkalom, és egy ilyen ismertető dolgot fogok most elmondani, ugye, és ebbe bele vágunk már is, kedves testvéreim, kik tudják, kik nem tudják. Most el kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt a egyházi dolgot helyre tették, hogy kik lehetnek nagy egyházak, és hivatalosan egyházak. Mert nagyon sok-sok egyház volt, és csak azért csináltak, hogy nyerészkedjenek. Most sem jobb a helyzet természetesen, de ezt a Vatikán, azaz a fenevad, ezt helyre tette. 10 évvel ezelőtt ugye aztán felsorolták, most az összeset nem fogom felsorolni, de továbbra is ugye mind a katolicizmus, református, baptisták, jehovák, evangélikusok és a hitgyülekezet is bekerültek a nagy egyházi státuszba. Mit jelent ez és miért volt ez komoly menet ez azoknak a személyeknek, vezetőknek, hogy ezek bent legyenek, mert ezek kapják a fejkótát. A fejkóta az azt jelenti, hogy minden egyes személyre, mondjuk mit tudom, akár gyerekkorodban elvittek a reformátusokon, vagy egy másik ilyen egyházba, meglocsolt a pap tégedet, a fejedet, és akkor átfogták, hogy meg vagy keresztelve, és a nevedet beiktattak, és a fejkótát az a baptista, vagy katolikusok, vagy mi, azok a vezetők kapják a Vatikántól, mert itt a fő bújtogató a Vatikán a katolicizmus Rómából. Na és akkor aztán ugye így aztán föllázadtak a kisegyházak, ugye, akik mit tudom én, úgy jöttek ki, mert sokan vannak, akik kijöttek a baptistákból is, kijöttek a reformátusokból, és akkor ők karizmatikusok lettek, adtak maguknak egy nevet, most teljesen mindegy, Dávid csátora, vagy Omega hálózat, meg így kaptak egy nevet, adtak egy nevet maguknak, aztán ők is kezdtek szaporodni bolondgomba módra, mert nem az volt a cél a vezetőknek, hogy az ott lévő bárányokat Isten elé vezessék, hanem a széles úton vezetgették őket mindenféle hamis tanításokkal. Igen ám, de nem tetszett nekik, mert a fejkoltát nem kaptak, hiszen ők nem nagy egyházak. És ostromolták az írásokkal, a parlamenti vezetőket írogattak be, és így tovább, és így tovább. Hát a Vatikánssal, ugye a fenevad, ilyen szépen behúzta őket a csőbe, azaz hoztak egy olyan törvényt, hogy ha ezek a kisegyházak, a karizmatikus kisegyházak visszacsatolnak az anya egyházhoz. Szóval aki kiment a pünkösdistáktól, az oda visszacsatol. Aki kiment a katolikusoktól, az oda visszacsatol. De a nevük továbbra is maradhat. Szóval továbbra is Omega hálódat, továbbra is Dávid csátor, és sorolhatnám a hat listát, nem sorolom, mert az összes kisegyházak is ott vannak, és visszacsatoltak. És így kapják a fejkótát. Igen ám, ezt a Vatikán nagyon ügyesen kitalálta, azaz a fenevad, és ez a fenevad alá ment az összes egyház, az összes karizmatikus gyülekezetek eladták a lelküket a mammonnak, a fejkótáért. Mert ugye a lista megvolt, és azt senki nem ellenőrzi le. Ott van a neved, születési, a dátumod, édesanyád neve, meg egy aláírás. És ennek alapján a fejkótát kapják a kisegyházak is, miközben ők ugyanúgy a nagy egyházhoz tartoznak papíron, de a küllemre nem, továbbra is ugyanazt a nevet ők használják. Na most ezt szeretném ezt felolvasni, mert mindezekről a Szentírás ír. És én felolvasom nektek a Jelenések könyvét, 13. fejezet 1-től 8-ig. Ami ezt mondja, és láték egy fennemadat feljönni a tengerből, melynek 7 feje, 10 szarva van, az ő szarvain 10 korom és az ő fején káromlásnak neve.
És e fennhab, amely láték hasonlóval a párduc, az ön lábai jobb, mint a medvéhez, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adá az erejét neki. Szóval tiszta, ördögi szellemiségből van ez az egész. Ez maga a Vatikán, ez a katolicizmus fővezetője, az összességnek a vezetője. És mind az oroszlán szája sárkány adá az erejét annak, és a király székét, a nagy hatalmat. És láttam, hogy egy erős feje körül, mint egy halálos sebben megsebesítetett, de a halálos sebben meggyógyít a ték. És csodálván az egész föld követi a fenevadat. Csodálván az egész föld követi a fenevadat. Ugye, amikor jön a Ferenc pápa, mindenki tényleg, hogy mindenki ott egyelegedötte, és tisztelet annak egy pár kivételnek, aki nagyon jól tudja, hogy ki a Vatikán. És imádák a sárkányt, imádák. Közben a Szentírásban le van írva, hogy egyetlen egy szemét lehet itt imádni, csak a mennyei atyánkat. Még a gyermekedet sem imádhatod, a gyermekedet szereted, de a mennyei atyát imádhatod. Nem a fenevadat, de itt a fenevadat imádák. És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adja a fenevadnak, az ördög. Imádák a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló e fenevadhoz, kicsoda viaskodhat vele. Hát az biztos, hogy a Vatikán nagyon nagy hatalommal rendelkezik, az egész világháló a keze alatt van, az összes, nem csak a katolicizmus, református, kispista, nagytista, baptista, mindenki ott van. És adaték néki a dolgoknak, káromlásnak szóló szája, adaték néki hatalom, cselekedjék 42 hónapig. Megnyitvánért az ő száját Isten ellen való káromlása, hogy szidalmazza az ő nevét. Szóval ez a fenevad, ez egy hatalmas, ez mindenképpen Istennek az ellensége, és Isten embereinek is az ellensége. És sátalát azokat, akik a mennyben lakoznak. Azt is adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze. Adaték neki hatalom minden nemzetség, nyelven és népen. Figyelitek? Minden nemzetség, nyelven és népen. Ezt az internet hálón, mikor mondtam, hogy becsatlakozott mindenki, alá ment a fenevad alá, ezt ott szépen le lehetett követni, az élő videókat feltették, mikor a pápának a kezét csókogatják, többek között Orbán Viktor is oda ment, és csókogatta a pápa kezét, de ugyanúgy a Putyin is megtette, akkor jöttek az indiának, a békepipát elszítták, szóval mindenki egy kalap alá lett véve, a fenevad alá, és hogy itt az ige mondja, hogy imádják őt. És nyolcas igeves ezt mondja, annak okáit imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincsen beírva az élet könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett e világ alapítás volt. Szóval kedves testvéreim, egy dolgot tisztázunk. Ahhoz, hogy mi a mennybe kerüljünk, be kell, hogy legyünk írva az élet könyvébe, a bárány könyvébe. És már amikor jön az Úr Jézus Krisztus, elragadtatás lesz, ő azt nézi meg a szellemvilágban, ki van megpecsételve, ki az övéi. De mind ezek, akik a fenevad alatt vannak, és te jársz egy gyülekezetbe, és ott van a fenevad alatt, mert a fejkótája eladta a lelkét, ő maga is a vezető, és a bárányokat is oda vitte be, erre nincsenek beírva az élet könyvébe. És bizony akkor aztán nem lesz üdvösség, mert akik nincsenek a bárány élet könyvébe beírva, azokért a fenevad fog jönni, hiszen a fenevad alatt is vannak maga a ördög, és viszi le őket a pokolba. Nagyon nagy a tény, kedves testvéreim, mert itt a lelked és a szellemedről szólnak a dolgok, nem a testünkről. Na most nézzük meg, hogy mit ír erre a Szentírás? Azt mondja a Szentírás, Babilonról van itt szó, maga ez a Vatikán, Rómában székelyen, ugye? És tudjuk, hogy annyi pénze van, külön bankja van, ott még a szobrok is aranyból vannak,
azt se tudja, mennyi pénze van, de a pénzüké megvette az összes egyháznak mindenki alácsatot, és a karizmatikus gyülekezetek is. Szóval itt már nagyon régóta a pénzről szól, nem a te üdvösségedről, kedves testvérem, itt rég nem arról szól, hanem a mammonért eladták a lelküket, és tudjátok, hogy mit mond az ige. Az ige ezt mondja, nem lehet két urat szolgálni, a mammont, azaz a pénzt, és az urat is. Mert folytatom tovább az igét, azt mondja, aki a mammont szolgálja, azaz a pénzért szolgál, az gyűlöli az urat. Aki meg az urat szolgálja, az gyűlöli a pénzt. Na most ez nem azt jelenti, ez szükséges, hogy ez a pénz, nyilván mindenkinek szüksége van rá, csekkeket be kell fizetni, és így tovább, és de nem szeretem, nem adom el a lelkemet, az a vacak pénzé, az a színes papíroké. Na de ezek, akik a fenevad alá mentek, ezek a lelküket eladták. Ez az ő dolguk, ez egy siralmas helyzet, de a legsiralmasabb dolog az, hogy bevitték az összes bárányokat, mind a Vatikán alatt van, miközben te azt hiszed, hogy egy jó gyülekezetben vagy. Nyilván erről nem fognak tanítani nektek, mert akkor fölnyílnának a szemeitek, és ott hagynátok ezeket a gyülekezeteket, de én is ezt tanácsolom, amit Isten tanácsol. Olvasom a Szentírásból, figyeljetek! A Babilon leomlása. És ezt után látték más angyal, Jelenések könyve 18-as fejezet, első ige versével kezdem, és látték más angyalt leszállni a mennybe, akinek nagy hatalma van, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből nagy szóval mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilon, lett az ördögöknek lakhelye. Ez a Vatikán, amiről az imént olvastam. Minden tisztátalan szellemnek tömlöcévé. Minden tisztátalan gyűlösséges madárnak tömlöcévé, mert az ő parádnosága haragjának borjából ivott valamennyi nép. A földnek királyai, ő vele parádnálkodtak, a földnek kalmárai, ő dobzódásának elejéből meggazdagodtak. Négyes igevers, hallék már szódatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fuss ki belőle én népem, hogy ne legyetek részese az ő bűneinek, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert az ő bűneik az égig hatolt, és megemlékezett Isten a gonoszságra. Szóval kedves testvéreim, tudnotok kell, hogy ez a Babilon, maga a Vatikán egy óra alatt el fog pusztulni, és vele lévő minden egyes egyház, akik eladták a lelküket a mammonnak, a pénznek. És nagyon sok keresztény, sajnos ugyan ezen a helyen van, benne, ebbe a fertőbe, kedves testvéreim, és több helyen is mondja a Szentírás, én népem szaladj ki onnét. De mivel az emberek elkényelmesedtek, eljárogatnak a gyülekezetbe, szeretik azt a gyülekezetet, ahol csak dicsérve vannak. Szeret az Úr, így szeret az Úr, úgy szeret az Úr. Ez nagyon tetszik nekik. És szeretnek ilyen helyekre járni. Nem szeretik azt a gyülekezetet, ahol az igazság rá van mondva, és ebből kéne tanulni, és ebből kellene megtérni, hogy a Biblia sírja, hogy térjetek meg. De miből kell megtérni? A bűneinkből kell megtérni. Na most, ahol csak a tejjel itatnak, csak a jót mondják, ott az ember nem is tudja, hogy bűnös. Számtalan, sok olyan gyülekezet van, vége van az Isten tiszteletnek, még ki se ért a rubalból, már gyújt talál. Akkor milyen bűnből tért meg? És ezeket a pásztorokat nem érdekli. Hát hiszen hogyan érdekelne, ha rájuk szól, besértődik, többet nem megy. Mind, hogy az igazság nem kell nekik. Itt még egy ige helyet felolvasok, 2 Timóteus 4. fejezet 1-től kezdem el, és 5-ig elolvasom. Kérlek azért az Isten Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket, halottakat és eljövetelére és az ő országára. Úr Jézus Krisztus mindenkit meg fog ítélni, el fog ennek az ideje jönni.
Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Szóval az Isten igéje az intésre, fedésre jó. Ő mutassa meg, hogy nekünk milyennek kell lenni, hogy kell tudnunk viselkedni. Mert lesz idő, mikor az egészséges tanítás el nem szenvedik, hanem saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Emberek most már ilyenek, viszket a fülük, ők a hamis tanításra vannak kihegyedve. És az igazságtal elfordítják az a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, tartsd ki a nehézségekben. Az evangélista munkáját cseleked, a szolgálatodat teljesen betöltsd. Kedves testvérem, most egy olyan dologról szeretnék beszélni. Itt a közelben voltunk egy gyülekezetben, és mit tapasztaltuk? Azt tapasztaltuk, hogy a pásztor az utolsó időről beszélt ottan, és össze-vissza beszélt, fogalma nem volt, hogy az hogy lesz, meg mi lesz az új földön, meg hogyan zajlik, meg stb. De ő erről tanított. Hát nyilván azt a tanítja, amit a nagy gyülekezetben, Budapesten tanítanak, más nem tanított. Ez volt az egyik dolog, ami teljesen téves volt. És a másik helyzet meg az volt, ugye, hogy ott voltak a bárányok, és akkor ő mondja, akart nekik kedvezni a pásztor, és azt mondta, látom, mindjárt fehér ruhába vettek. Hát ez megint egy hamis beszéd volt, mert fehér ruhát csak akkor kapunk, ha följutunk, a ragadtatásban részt veszünk, és ott fönnkapjuk meg a fehér ruhát. Úgyhogy ő nem láthatott ott senkit se fehér ruhába, hanem ez egy hadott tanítás volt az ő részéről. Aztán utána a következőt mondta, hogy ott voltak, meg ilyen egy-két beszólás volt, és azt mondta a pásztor, na, Szent Szellem ott van bennetek, látom, na majd mindjárt meglátom. És a kezét rátette egy hölgyre, és az a hölgy az mindjárt remegni kezdett, csúszott lefelé, hanyag takar testi, de szépbe ült. Na most kedves testvérem, ezt tudnotok kell, ez nem a Szent Szellemtől van, hanem pontosan a kundalini szellemiség, a remegés, ugatás, hanyattesés, röpülés, ezek mind-mind nem Istentől vannak. Az Istennek a Szentírása azt írja, hogy tégre rottak, vagy arcra borultak, mikor megjelent nekik akár Istennek az angyala, hogy segítsen, vagy maga Isten, mikor látták a jánosi jelenéseknél, ugye maga a János azt személyesen látta, és így tovább. Szóval kedves testvéreim, a mai napban ennyi fért bele. Egy imádsággal befejezzük, ez egy tájékoztató jellegű volt, a tanítást nem kezdjük el, úgyhogy jövő héten ne is várjátok, hogy lesz ezek a, ez most a előző is, ez is egy tájékoztatás volt. Az Úristen meg akarta adni az esélyt akár a Jobbágya és a környező falvakban élő személyeknek, akik ezt mondják, hogy hisznek Istenbe a szájukkal, mert hogy el kell, hogy mondjam, teljesen üres. Itt csak a feleségemet látom, aki éppen veszi ezeket a beszédeket, amit én beszélek, úgyhogy jövő héten már ne is várjátok, mert a négy falnak nem tanítunk. Ennyi volt az érdeklődés, esélyt megkapta a Jobbágyi falu és a környező falvak, és ez egy tájékoztató volt, és ez teljesen igaz, amit én elmondtam. Úgyhogy kedves testvérem, mindenki vizsgálja meg, milyen gyülekezetben van, és maga a Szentírás mondja, én népen szaladj ki onnét, mert Isten oda fog csapni, és ha te ott vagy, te is fogsz kapni a csapásból. Úgyhogy ki kell jönni a hamis gyülekezetekből, és 98%-a hamis, nem csak itt Magyarországon, hanem külföldön, hát eleve külföldön hozták be a kundalini szellemiségét is, hát mint a buddhisták gyakorolják, és így tovább, azok röpködnek, hanyattesnek, remegnek, kukorékolnak, és ugyan ezt csinálják a hívők is. Enyhén szólva is felháborító, hogy disznó orrat csináltak a gyülekezetből, ezek a vezetőket ez nem érdekli, jók ott mosolyognak, miközben a sok butuska ember egymás feje tetejére esik, és semmi köze nincsen Istenhez. Egy imádsággal befejezzük, kedves testvéreim.
Drága jó csalós mennyei atyám, hálásak vagyunk, Uram. Köszönjük a lehetőséget, atyám. Megálljuk a vesztes sörödőnek a tulajdonosát, hogy valóban odaadta a helységet, hogy itt az Isten királyságát építsük. De adottak, atyám, mi arra kérünk tégedet, te hozzá nekik világosságot, hogy valóban ismerjék föl, aki jár tülekedetbe, hogy ott a sátán sinagógája van, és én éppen szaladj onnét, hogy maga a Szent Királyban Isten mondja, és nem én. Uram, én megáldom őket, akik fogják nézni a tájékoztató tanításokat. Áldottak legyetek Jézus nevében. Amen. Halleluja.